Üdvözöllek benneteket szeretettel. És nézzük akkor még mai hirdetést. Emberek kedvét keresni. Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni. Nem volnék Krisztus szolgája. Milyen érdekes ez. Galata 1 és 10. Nagy igazat mond ez. Ez érdekes lesz. Ha az emberek tetszését keressük, akkor egy, elhanyagoljuk a saját szükségleteinket azért, hogy másoknak kedvében járjunk. Második, a döntéseinket attól tesszük függővé, hogy ők jóvá hagyják-e. Végül láb törlőnek érezzük magunkat. Talán már kora gyermek korodban felvetted ezt a viselkedésmódot, hogy felhívd magadra azok figyelmét, akikére annyira vágytál. Vagy talán sosem tanultál meg bízni a saját véleményedben. Az emberektől való rettegés csapdába ejt. Példabeszédek 29 és 25. Mert mindig visszafelé sül el. Ha a dolgok nem jól alakulnak, nem csak mások haragszanak meg rád, te is elégedetlen leszel magaddal. Péter is emberek kedvében akart járni. A keresztre feszítés előtti éjszakán oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Máté 26:69 és 70. Amikor Sámuel számon kérte Saulon, hogy nem pusztította el teljesen az amálékiakat, Saul így felelt Sámuelnek. Hm.
Vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsait, az Úr parancsát, és a te beszédedet. Mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. 1. Samuel 15 és 24. Pál viszont ezt írta, most tehát az embereket akarom meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Galata 1 és 10. Figyelmesnek, kedvesnek és türelmesnek lenni jó dolog, de ne hagyd magad megfélemlíteni vagy manipulálni. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 2. Timóteus 1:7. Ne add meg magad a félelemnek, engedve, hogy Isten helyett mások irányítsák az életedet. Isten nem akarja, hogy félelemből szolgálj embereket, hanem azt, hogy szeretetből szolgálj nekik és Istennek. Na, köszönöm, meghallgattatok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép, kedves hirdetés volt. Nagyon bátorító meg. Meg erőteljes volt, meg tele reményekkel. Így van, tehát nem embereknek kell megfeleljünk. Mondjuk ezt én már régebb tudtam, hogy nem embereknek kell megfeleljünk. És nem kell tetszedjünk az embereknek, hogy nem Istennek kell tetszedjünk. Ez így van. Meg kell bocsájtani egyik a másiknak, aztán ha valaki nem tud megbocsájtani nekünk, akkor az ő problémája, nem a mi problémánk. Nem? Mi elég, hogyha megtesszük az első lépés, hogy nem haragszunk, vagy ilyesmi. Ugye, egy példát adtam. Tehát most erre írti, hogy nem kell tetszeni az embereknek. Tehát most ha valamit mondjuk elkövettem, én megbánom ugye a bűneimet. Aztán, hogy mit gondolnak a többi emberek rólam, vagy most kell tetszedjek nekük, mindenkinek? Hát nem. Abszolút, nincs értelme annak, nem is tudunk mindenkinek megfelelni, nem is kell, nem is az, hogy nem tudunk, hanem nem is kell megfelelni mindenkinek. Ez nagyon érdekes volt, szuper volt, érdekes. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, minden jót, szép álmokat. Nézzétek el, ha egy kicsit fáradtabb vagyok, de nagyon nagyon el vagyok egyfelé, és ki vagyok merülve, fáradva. Jó. Nézzétek el, minden jót kívánok nektek, és legjobbakat. Sziasztok, minden jót. Hónap találkozunk. Remélem, hogy tehát videóban találkozunk mindenképpen, ideadásban,
Nem tudom, attól függ, hogy érzem magam jó. Majd állj meg, lehagyjuk azt. Hát egy kis időre nem tartom a szünetet, sem live-okat egy picit, mert ki vagyok, hogy felfáradva, és a legjobb. Na jó, minden jót, akkor sziasztok, jó éjszakát.